Több mint egy évtized után hirdet ismét regénypályázatot a Fórum Könyvkiadó Intézet. A Magyar Nemzeti Tanáccsal közösen meghívásos alapon Vasagyi Máriát, ifjabb Virág Gábort és Kis Tamást kérték felírásra. Az elkészült műveket az MNT támogatásával 500 euróval jutalmazzák. Később a sajtóban is meghirdetik a pályázatot. A Nemzeti Tanács támogatásával úgy hiszem, hogy valóban serkenteni tudjuk a magyar szépróza írást, és egyébként is hadd mondjam el azt, hogy az 1957 óta, tehát több mint fél évszázada működő Fórum Könyvkiadó történetében több regénypályázat volt. A szépirodalmi művek megírására a résztvevőknek egy év áll rendelkezésre. A háromtagú zsűri által legjobbnak ítélt pályamunkát megjelenteti a Fórum Könyvkiadó. Nekünk építenünk kell az irodalmat, építenünk kell az íróinkat, ahhoz, hogy az olvasókban is nyitottságot és érdeklődést tudjunk kialakítani a kortárs vajdasági magyar irodalom iránt. Ez nagyon fontos. Ezt lehet mondjuk szavakkal megtenni, de azt gondolom, az valami keveset ér. A valós cselekedet, a megtett cselekedet, az ér igazán valamit. Lovas Ildikó hozzátette, a kortárs magyar irodalom mellett a hagyományaink felevelenítése is fontos. A Magyar Nemzeti Tanács anyagilag is támogatja irodalomórák és író-olvasó találkozók megszervezését. Ami